Sajtótájékoztatón mutatták be az Együtt Zalaegerszegért Egyesület két önkormányzati képviselőjelöltjét. Major Zsolt a 4-es számú választókörzetben indul a Voksokért. Az egészségügyi ellátás javítása mellett a környezet és természetvédelmét tartja kiemelt feladatának. Az elmúlt napok esőzései megmutatták azt, hogy a természet mekkora úr itt a városunkban, és jól látszik az, hogy a csapadék vízrendszer, az esővíz elvezetése nem egészen megoldott, és ez egy nagyon komoly feladat. Ehhez hatás tanulmányokat kellene készíteni, hogy mi lehet erre az igazán jó megoldás, de nem csak ehhez kellenek tanulmányok, hanem ahhoz is, hogyha egy nagy beruházás elkészül itt a városba, akkor erről a lakosság kellő időben tudjon. Mérjük fel azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek a lakosságra, illetve a környezetre. Gondolok itt a hanghatásra és a természeti következményekre. Selyem Tóth Sándor az 1-es számú választókerület jelöltje. Szeretné, ha valóra válnának a rádiómúzeum létesítésére tett korábbi ígéretek. Mint fogalmazott, a város turisztikai vonzerejét is növelné, ha 3300 darabból álló gyűjteményéből állandó kiállítás nyílna. A város 25 év alatt háromszor jelölt ki közgyűlési döntésekkel helyszíneket erre. Adi utca 6, MMIK és legutóbb a Skanzen területe, ahol egy olajos házba lett volna elhelyezve a gyűjteményem. Programjukat, illetve elképzeléseiket a most megjelent választási lapban foglalták össze, amit szeretnének minél több zalaegerszegi családhoz eljuttatni.